Megint tett egy komoly lépést a nyáron esedékes, tavalyról elhalasztott tokiói olimpia felé Pupréka, az atomerőmű ESE 24 éves válogatott judósa. Az év első komoly kvalifikációs világversenyén, a katari Dohában, a világkupán 5. helyen végzett. Nagyon meg kellett ezért küzdenie. Elég, ha csak azt említjük, hogy az első két győztes meccse a továbbjutásért csak a hosszabbításban dőlt el egy marokkói, illetve mongói versenyzővel szemben. Ezt követően megkapta ellenfélként az európai judó nagyhatalomnak számító franciák momentán legjobb és egyben világranglista első versenyzőjét, Amand Bouhardot, aki 1 perc 6 másodperc alatt győztes dobást vitt be, miután a paksi judósa vigaszágra került. Itt mindjárt előnyerőként léphetett tovább, mivel a jónevű világranglista 11. svájci nem tudott ellene kiállni. Így egy újabb francia került az útjába, bizonyos Astrid Neto, a tét nem kisebb volt, mint a világkupa bronzérem megszerzése. Iszonyúan kemény, kiegyenlített csata után, tegyük hozzá gyorsan, ismét a hosszabbításban, intéssel, de a francia lányt hozták ki győztesnek. Számolgattam magamba, hogy hány fordulás kell még nekem, és úgy voltam vele, hogy ha egyet fordulok, akkor már lehet, hogy megintik őt. Itt befordultam, és sajnos nem volt rendesen előkészítve a dobás, vagy a próbálkozás, és sajnos engem intettek meg lerántás miatt. Hát egy váldobást próbálkoztam, csak nem annyira sikeredett. A judóban elég egy 100 másodpercnyi rövid zárlat, már is szerte foszlanak a remények. Úgy látja, olyan összeszedett és erős volt összességében, hogy ha tovább megy a meccs, lett volna keresni valója a másik nevesebb világranglista illovas, francia Bouhard ellen is. Ő volt a világranglista első helyezettje, de úgy gondolom, hogy ő se verhetetlen, hogyha talán egy kicsit több bizalom vagy hit van a dologban, akkor gyárni is tudtam volna. Ahogy az első két meccsen ez sikerült, ezen a szinten azok sem voltak könnyű meccsek, a hosszabbításban 9 perc alatt dőltek el, alig ha véletlenül az ő javára. Azt mondja, az elvégzett kemény munka gyümölcse a kiváló erőlét nagyban segítette, hogy a maratoni meccseket meg tudta nyerni, és nagyon közel volt a bronzhoz is. Elég kemény meccsekre sikerültek, de beleadtam mindent, és most ez kijött, úgyhogy pozitívan gondolkozom, remélem legközelebb jobb is lesz. Pupréka ezzel az 5. helyen tovább javított világranglista pozícióján, éppen azonnal helyen áll, a 18., ami direkt olimpiai kvalifikációt jelent, de ennek megőrzésért a hátralévő hónapokban lesz jócskán dolga a tatamin. 7 verseny lesz még a kvalifikáció végéig. Azt még nem beszéltük meg pontosan, hogy mennyin fogok részt venni, de ez ugye attól függ, hogy hogyan fognak sikerülni a versenyek. Igazából én nem szeretnék mindenhol részt venni, de ugye muszáj lesz, hogyha nem úgy alakulnak a versenyek, ahogy én szeretném. 18 megy ugye direkt után nálunk. Abba vagyok most én az utolsó, úgyhogy ez a pozíció nem annyira biztos, mert mögöttem is vannak olyanok, akik még becsúszhatnak, és mondjuk azért előttem sincsenek annyira nagy különbségre, úgyhogy igazából még följebb is szeretnék kapaszkodni, ha majd úgy alakul.